a vasárnapi zárvatartásról szóló rendelet értelmében csak a 200 négyzetméternél kisebb üzletek nyithatnak ki ezen a napon, ám ők is azzal a feltétellel, ha a tulajdonos vagy annak családtagja dolgozik. A Hévízen nyitva lévő üzletek tulajdonosait kérdeztük, mik az ő tapasztalataik. Az a jó, hogyha minél több üzlet nyitva van, hogy a vevők akkor jobban tudnak vásárolni, ugye, hogy van olyan, aki eljön valahonnan, és ugye zárva van egy cipőbolt, vagy egy táskásbolt. Hát mondjuk én minden nap nyitva vagyok, vasárnap is rendesen 9-től 6-ig. Csak ma van ön itt, mint tulajdonos, vagy minden nap ön minden van itt? Minden nap. Mind a hét napján. Mik a vevők visszajelzései? Itt Hévízen azért nem egy napra jönnek, hanem hetekre, vagy egy hétre, vagy két hétre. Meg aki beutalt, az ugye délelőtt kezelések vannak, ők délután jönnek, hétköznap. Úgyhogy... De akkor mondhatjuk azt, hogy önnek megéri vasárnap is nyitva. Nekem meg. Igazából én nem találom ezt egy nagyon jó ötletnek, pláne olyan helyeken, mint Hévíz, vagy valami nagyobb üdülőváros. Azzal nincsen semmi baj, hogy most nekem kell, mint családtagnak dolgoznom, de szerintem a sétálutca magáért beszél, hogy teljesen üres. Ti ezt hogyan tudjátok megoldani minden vasárnap? Hát, mint családtagok vagyunk itt igazából, úgyhogy így muszáj. De tehát nyáron a szezonban így is szinte kevesen leszünk. Tehát majd valahogy próbáljuk megoldani. Mik a tapasztalatok? Megéri vasárnap nyitva lenni? Igen, talán a legerősebb nap egyike. De igazából ez is változó. De megéri persze mindenképpen. Mi is ugye úgy tudjuk ezt megoldani, hogy a családdal összes üzletünkben nem tudunk mi se nyitva lenni. Igény pedig van rá, mert mást is árusítunk, úgyhogy a családunk itt van, a kislányom is, ugye a feleségem is, úgyhogy eléggé nehezen, de igyekszünk megoldani. Ezek szerint megéri nyitva lenni? Hogyne, természetesen. A mi üzletünk már 15 éve működik Hévízen. Mi mindig nyitva voltunk, ünnepnapokon is, kivéve karácsonykor és újévkor, és főleg az ünnepnapokon, hosszú hétvégéken nagyon nagy igény van a vásárlóknak. Ugye ez a hosszú hétvégi turizmus, a tévében is ugye halljuk rendszeresen, hogy teli vannak a szállodák, Hévízen is ez ugyanígy van, és sajnos nagyon sokan panaszkodnak nekünk itt, akik mi itt vagyunk, hogy nincsenek meg itt a megszokott üzletek, zárva vannak, nem tudják megvenni a már visszajáró vendégek a jó megszokott termékeket, a bevált minőséget, és csalódottak ez miatt. Az általunk megkérdezett vásárlók is örülnének, ha több üzlet lenne nyitva vasárnaponként. Én szeretném, ha nyitva lennének, én szoktam vasárnap vásárolni, mivel hétközben nem érek rá, sajnálom, hogy zárva vannak az üzletek. Akkor jelenleg hogyan oldja meg bevásárlást? Hát szombaton. De jobb lenne vasárnap. Szombaton más programunk van. De azért megoldjuk, beleszorítsuk. Mint gondol, kiknek jó ez a rendelet? Hát azt nem tudnám megmondani. Jók a kereskedőknek biztos jó, mert ők otthon vannak a családdal. Mi hiányoljuk. Különösebben mondjuk itt jelenleg a vasárnap nem izgat, de Budapesten igenis hiányzik, mert hétközben az ember dolgozik, elég későn, én is majdnem 9-kor járok haza, akkor már nem szívesen megyek bevásárolni sehová, és a hétvégét tudom erre használni. Tudtam használni. Bízom benne, hogy előbb-utóbb visszarendeződik ez a vasárnapi nyitvatartás dolog, mert én úgy gondolom és úgy hallom sokaktól, hogy sok embernek hiányzik a vasárnapi nyitva lévő üzletek látogathatósága. Jelenleg akkor hogyan oldja meg a bevásárlást? Úgy, hogy a munkahelyemről kiszabadulok napközben, és akkor igyekszem a legfontosabb dolgokat megvenni.